Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. A jövő közös jogunk. A nemzeti alkotmányok az elmúlt 30 évben egyre nagyobb számban ismerik el az egészséges környezethez való jogot. Az Európai és az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság egyre több környezetszennyezéssel összefüggő ügyet tárgyal, és ítéleteiben egyre több elvárást fogalmaz meg az egyes államok környezetvédelmi tevékenységét illetően. De hogyan függ össze a környezetvédelem, a fenntarthatóság kérdése és az emberi jog? Az emberi jogok és a környezetvédelem terén végzett munkám abból a szempontból indul ki, hogy az emberi jogok egyedülálló módon teszik lehetővé a környezetvédelem megközelítését. A jogokat általában a közönséges törvények felett állónak tekintjük. Az alkotmány felsorolja jogainkat, amik még a demokratikus kormányok választási lehetőségeinek korlátozására is használhatók. Ez pedig fontos, mert sok létező emberi jog nem védhető teljes körűen biztonságos és egészséges környezet nélkül. Gyakran mondom a hallgatóimnak, mindegy, hogy egy kormány felsorakoztat és kivégez embereket, vagy megmérgezi a vizüket. Az illetők ugyanúgy meghalnak. Ez pedig az élethez való jog megsértése. Az egészséges környezethez való jog pontos tartalma igen változó. Van, ahol államcélként vagy állami feladatként, máshol egyéni jogosultságként határozzák meg. Vannak, akik a fenntartható fejlődést az emberi jogok oldaláról közelítik meg. Szerintük a környezet pusztítása, az erőforrások felélése, az unokáinkkal szembeni diszkrimináció. At Portugal we are starting the dialogue between generations and all these concerns started. Mi Portugáliában éppen azon vagyunk, hogy párbeszédet kezdjünk a generációk között, s mindez a válság eredménye. Valójában az alkotmányunk tartalmaz egy környezetvédelmi irányú rendelkezést, de ezzel idáig senki sem törődött. A válságot megelőzően az alkotmánybíróságnak csupán két döntése volt. Természetesen egy a tervezésről, és egy a környezetvédelmi kérdésekről. De igazából soha senki sem fordított figyelmet arra a rendelkezésre. És az nagyon érdekes, hogy az Alkotmánybíróság első nagy környezetvédelmet említő döntései a társadalombiztosításhoz, a nyugdíjrendszerhez, a gazdasághoz és a munkaügyhöz kapcsolódnak. Úgy gondolom tehát, hogy most a társadalom teret enged a fenntartható fejlődés összes pilléréről, azaz a környezetről, a társadalomról és természetesen a gazdaságról folyó érdemi vitának. A fenntarthatóságért végzett munkában Magyarország éllovasnak számít. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon 2012-es jelentésében 8 példaértékű intézményt nevezett meg, köztük a Magyar Ombudsmani Hivatalt. A fenntarthatóság elve a magyar alkotmányban is megfogalmazódik. I'm delighted to be here in Budapest today because I often quote the Hungarian model in my work. Igazán örülök, hogy itt lehetek Budapesten, mert gyakran hivatkozom a magyar modellre a Világ Jövője Tanácsban végzett munkám során. Ahogy a Magyar Jövő Nemzedékek Ombudsman intézménye létrejött, a felhatalmazás, amivel rendelkezett, az általa végzett munka és persze kifejtett hatása, befolyása rendkívül erős fényű világító torony, amiből tanulhatunk máshol. És mindig is roppant lelkesen kiemeltem és terjesztettem ezt a tapasztalatot, segítve más kormányokat és civil szervezeteket a világ minden táján megérteni, hogy mi történt itt Magyarországon. Az egészséges környezethez való jog nem csupán annyit jelent, hogy az embereknek egészségesnek kell lenniük, magának a környezetnek is egészségesnek kell maradnia. A ma élő generációnak pedig nem csak feladata, hanem erkölcsi kötelessége is egy élhető világot továbbadni. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?